Köszöntöm Önöket, az XV TV Hírtükör című műsorát látják. Nézzük, mi történt az elmúlt héten a kerületben. Megemlékezések szerte a kerületben október 23-án. A 15. kerület díszpolgára lett Hajdú László volt polgármester és parlamenti képviselő. Utolsó állomásához érkezett a héten a Rezsibiztonság 15. A rákospalotai lakosokat is tájékoztatták a kialakult helyzetről. Október 23-án délután a Karácsony-Benő Parkban, majd a Hubay Jenő Zeneiskolában tartották a központi kerületi megemlékezéseket. Összefoglaljuk, hogy telt október 23-a a kerületben. 66 évvel ezelőtt, október 23-án este a Magyar Rádió előtt az AVH-s katonák tüzet nyitottak a tüntető tömegre, megkezdődött a rádió épületének ostroma. Az addigi viszonylag békés, egész nap tartó események elfajultak, kitört a forradalom. A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége válaszul segítséget kért a szovjetektől. Október 24-én viradóra a szovjet hadsereg csapatai lepték el Budapestet, és szerte a városban megkezdődtek a fegyveres harcok. Október 23-án a Karácsony-Benő Parkban a kopjafánál tartott koszorúzási ünnepséget a 15. kerületi önkormányzat, ahol a pártok, egyházak és civil szervezetek is elhelyezhették az emlékezés virágait az 1956-os forradalom és a szabadságharc előtt tisztelegve. Itt Barkóczi Balázs országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, aki 56 és napjaink párhuzamaira hívta fel a figyelmet. Ahogyan 1956-ban úgy ma is diákok tüntetnek az utcán, a hatalom arroganciája, a hazugságtól hemzsegő tankönyvek, a tanárok folyamatos megalázása és meghurcolása ellen, valamint a saját és társaik és az egész magyar oktatás jövőjéért. És ahogy 1956-ban a hazánk ellen, úgy 2022. februárjában a szomszédos Ukrajna ellen indított hódító hadjáratot Moszkva. Nekünk magyaroknak különösen éles emlékeink vannak a megszállásról és a nagyhatalmi erőszakról. Ahogyan ezek a tapasztalataink, úgy a forradalom résztvevői, majd az azt követő megtorlások elszenvedői és áldozatai is köteleznek bennünket, a saját gyermekeink és honfitársaink, valamint az orosz agresszió célpontjává vált ország a védtelen és megszállt nép melletti egyértelmű kiállásra. A hivatalos program a Hubay Jenő Zeneiskolában folytatódott, ahol ünnepi hangversenyt adott a Hubay Jenő Fúvó Zenekar. Itt Cserdiné Németh Angéla polgármester tartott beszédet, aki többek között Nagy Imre hősiességét és bátorságát méltatta. Nagy Imre a forradalom után az életét áldozta, mert nem volt hajlandó becstelen és szégyenteljes politikai alkut kötni a megszálló hatalommal. A hazaszeretet, a lokálpatriotizmus, az elvek menti kitartás és a szolidaritás felvállalása a békeidőben is fontos, de még fontosabb a bajban és a történelmileg vészterhes események sodrában. Az 1975-ben Nobel-díjjal kitüntetett Andrej Szaharov, az emberi jogi mozgalom egyik legnagyobb 20. századi alakja szerint minden népnek joga van szabad akaratnyilvánítással dönteni a sorsáról. 1956 forradalmának és szabadságharcának nemzeti nemes célkütézései, elődeink bátor és reményteljes szerepvállalása ma is kötelez bennünket. Az eseményen ünnepies keretek között adták át az új díszpolgári címeket, kormányhivatali és rendvédelmi kitüntetéseket. Díszpolgári címmel tüntették ki Hajdú László volt polgármestert és országgyűlési képviselőt október 23-án. Posztumusz kitüntetést pedig Domonkos Miksa, a Pesti Izraelita Hitközség egykori ügyvezetője kapott. Október 23-án este a Hubay Jenő Zeneiskolában ünnepi hangversenyt és díjátadót tartottak. Többek között itt adták át a díszpolgári címeket is. Az egyik díjazott Hajdú László volt polgármester és országgyűlési képviselő volt. A kerülethez kapcsolódó politikai tevékenysége 1989-ben kezdődött az MSZP 15. kerületi szervezetének megalakulásával, amelynek előbb tagja, majd elnöke lett.
Később tagja lett az MSZP budapesti, majd országos választmányának is. Az 1990. évi önkormányzati választásokon került be a 15. kerületi képviselőtestületbe, és 1994-ben lett első ízben országgyűlési képviselő. A 96-os időközi választáson a kerület polgármestere lett, és ezek után háromszor, 1998-ban, 2002-ben és 2006-ban is újra választották. 2006-ban az országgyűlési választásokon is nyert, s újra egyéni képviselője lett Rákospalotának, Pestújhelynek és Újpalotának. Ötödik polgármesteri ciklusát 2014 őszétől 2018 júniusáig töltötte, majd ezt követően egyéni országgyűlési képviselőként tevékenykedett 2022 áprilisáig. Legalább 60 ilyen díjat adtam át. Nem tudtam beleérezni magam az ő helyzetükben, mert én voltam az átadó. Nem egy esetben az előterjesztő is én voltam. Hát most éreztem, hogy mit jelent. Szerencsére utolsó pillanatig én nem tudtam meg. Körülbelül 4 vagy 5 napja tudom, hogy én leszek itt ma a kitüntetett. Ezért már nagyon nem kellett beleélni magamat, és hirtelen meglepetésként érkezett. Noha a teljesítmény alapján az ember sejtette, hogy valamivel el fognak tőlem köszönni, hiszen ezen még nem voltunk túl. Én nagyon köszönöm, ez egy olyan erkölcsi elismerés, azt gondolom, egy pályafutásnak a végén, mert azért végül is mégiscsak a pályafutásnak a végén kapom ezt meg, hiszen aktív politikus, aktív közéleti személyiség nem is kaphatja meg a kiírás szerint ezt a kitüntetést. De olyan erkölcsi elismerés, ami életműdíj, úgy gondolom. A diátadon többek között ezekkel a szavakkal méltatták. Irányítása alatt a kerületnek nem volt adóssága, ami önmagában is bizonyította felkészültségét, rátermettségét. S ha mindezekhez hozzávesszük közvetlen stílusát, kiváló kapcsolatteremtő képességét, szociális érzékenységét, empátiáját és hihetetlen munkabírását, azok számára is egy pozitív emberképe rajzolódik ki, akik személyesen nem ismerik. Persze a 15. kerületben nem sok ilyen ember van. Nem csak őt ismerik, hanem túlzások nélkül mondhatom, ő is ismer szinte mindenkit. Milyen érzés volt most ott állni és hallgatni a laudációt és azt, amit elmondtak önről? Igen, azt nem tudnám visszamondani, mert hogy a könnyek között hallgattam végig. Hajdú László volt polgármester és országgyűlési képviselő mellett posztumusz díszpolgári címben részesült Domonkos Miksa. Domonkos Miksa 1890-ben született zsidó kereskedő családban. Családja hazafias érzelmű volt, felmenői támogatták az 1848-49-es szabadságharcot. Nevét 1912-ben magyarosította, de zsidó vallásában megmaradt, mert haláláig vallotta, hogy a vallás senkit nem korlátozhat nemzeti hovatartozásában, vallás alapján senkit nem lehet magyarságától megfosztani. A világháborúkban a honvédség kötelékében vett részt, miközben felnőtt fiait munkaszolgálatra vitték. A német megszállás és a nyilas rémuralom alatt is aktív honvédtiszt volt, de egyúttal a pesti izraelita hitközség ügyvezetője. Ebben az időben került munka kapcsolatba Raoul Wallenberg svéd diplomatával, akivel együtt a védett házak felállításával és a menlevelekkel ezrek életét mentették meg. 1953-ban azonban őt is elhurcolta az AVH, azzal a képtelen váddal, hogy ő rabolta el és gyilkolta meg a svéd diplomatát. Domonkos Miksa a brutális kínzások hatására sem volt hajlandó ilyen képtelenséget beismerni vagy társaira terhelő vallomást tenni. 1954. február 25-én halt meg. Domonkos Miksa Rákospalotán a Pótlékdülön lakott. Munkaszolgálatból hazatért fia Domonkos István az MDF alapítója, majd kerületünk MDF szervezetének első elnöke és önkormányzati képviselője volt. Domonkos Miksa kivételes életútjával bizonyította, hogy a származás és a vallás nem állhat szemben a hazafias elkötelezettséggel. Unokája dr. Domonkos Péter több mint 10 éves Spanyolországban él, lakhelye ismeretlen, ezért a díjat az önkormányzat őrzi meg. Az egyre növekvő rezsiárak nem csak a háztartásoknak, hanem a kerület vezetésének is komoly fejtörést okoznak.
A 2023-as költségvetés kapcsán már az októberi testületi ülésen komoly döntéseket kellett meghozni. Az idei év eddigi leghosszabb testületi ülését követhették figyelemmel az érdeklődők csütörtökön, amikor is 17 napi rendi pontot vitattak meg a 15. kerületi képviselők. A jelenlegi rezsiválság okozta felfokozott hangulat, rányomta a bélyegét az ülésre is, ami nem csoda, igazgatási szünetről, nyitvatartások és fűtés korlátozásáról kellett döntsenek. Az első napi rendi pontnál sajnos nem arról beszéltünk, amiről kéne, hogy egy olyan költségvetést fogadtunk el, ami még nem volt a kerületnek, működési költségvetést, ami azt jelenti, hogy csak a kötelező feladatokat tudjuk ellátni, és erről kellett volna beszélni, erről kellett volna akár a Fidesz frakciónak is olyan javaslatokat tenni, hogy, vagy olyan felvetéseket, hogy megpróbálnak lobbizni a kormánynál különböző támogatásokért és könnyítésekért. Ugyanis ez a működési költségvetés, ez nagyon kihat a civil szervezetek munkájára. És civil szervezetek munkája nélkül jóformán szabadidős tevékenység sincsen. Ha nem kapnak támogatást, már pedig eddig sajnos nem fogunk tudni, akkor iszonyú bajba lesznek. Sajnos abban a helyzetben van az önkormányzat, minden önkormányzat és az állam is, és ez elvitathatatlan, hogy spórolásra van szükség. Azt kell néznünk, hogy melyik ujjunkba harapjunk bele, és melyik fáj kevésbé. Nekem volt kiegészítő javaslatom ez az előterjesztéshez. Egyébként az eredeti előterjesztés több határozott javaslatot tartalmazott, mondhatni elég sokat van megszokotthoz képest. Többséget tudtuk is támogatni. Az én előterjesztésemet, most már kiegészítésemet sajnos nem fogadta el a testület, ez arról szólt volna, hogy azokat a politikai kifizető helyeket, amit az elmúlt 3 évben kialakítottak, ezeket szüntessük meg. Ezek között szerepelt például az átláthatósági megbízott szerződésnek a felmondása, akinek a munka ezért megítélésem szerint nem igazán értékelhető. Ide tartozott az, hogy bizottságoknak a taglétszámát csökkentsük le 2 fővel, külső bizottsági tagokat illetően, illetve ide tartozott az, hogy két tanácsnokot mondjuk hívjuk vissza a tisztségéből, hiszen azért a legutóbbi testületülésen látható volt, hogy a tanácsnok közül nem is mindkettő, de az egyik ennek a beszámolója értékelhetetlen volt. Bár ezt a témát is vita övezte, a testület elfogadta azt a javaslatot, hogy az Egyesített Szociális Intézmény felvegye a volt köztársasági elnök Gönc Árpád nevét, aki feleségével közösen sokat tett a kerületi szociális ellátórendszerért. Gönc Árpád nem idegen a kerülettől. Én ott voltam 20-valahány évvel ezelőtt, amikor Gönc Árpád és a felesége átadták a fenót, illetve támogatásukról biztosították ezt a szociális ellátórendszert. Az alapítvány, Gönc Árpád és feleségének az alapítványa támogatta ezt, és a szívükön viselték a 15. kerületben ezt a szociális intézményrendszert. Én azt gondolom, hogy Gönc Árpádnak a személye megérdemli azt, különösen ezek után, hogy viselje ennek az intézménynek, ez az intézmény az ő nevét viselje. Nagy szégyennek tartom, hogy a fideszes képviselők nem elszavaztak erre. Én elmondtam a vitában, hogyha Vasa Albertről, vagy Nyírőről, vagy bármelyik Fidesz kedvenc háborús bűnösről lenne elnevezve, akkor gond nélkül megszavaznák, de neki Gönc Árpád fáj. Döntés született a kerületi óvodák átszervezéséről, mivel a folyamatosan csökkenő gyerekszám miatt több intézmény is kihasználatlanul működik. Több önkormányzati ingatlan sorsáról is szavaztak a képviselők, valamint szóba került a pestújhelyi posta bezárása is. Utóbbi kapcsán több konstruktív javaslat is érkezett a megszüntetett szolgáltatások pótlására, melyeket a körzet képviselője Gyurkó Dániel megfontol a későbbiekben. Elfogadták továbbá Vékás Sándor tanácsnoki beszámolóját is, mely az előző testületi ülésen váltott ki szócsatát a két frakció között. Az ülést végül dr. Lehocki Ádám előterjesztésével zárták, aki szerette volna, ha a kerület is csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által írt levélhez. Végül dr. Matlák Gábor módosító indítványát fogadták el a képviselők a témában, melyet heves vita előzött meg. Az igazság, hogy vannak itt a testületben olyan személyek, akik azért tudom jól, hogy az alapvető érvelésemmel egyetértettek, sőt, hát nem csak képviselők, ki volt vendégek, egyéb munkatársak. Szerintem a logika
ez diktálja. Mindenki látja, hogy az Európai Unió válaszai a szankciókra nekünk nehézséget okoznak. Azt, hogy nekünk okoznak a nagyobb nehézséget vagy az oroszoknak, erről lehet vitatkozni, de hogy nekünk nehézséget okoz, az biztos. És abból a szempontból csalódott voltam, hogy Matlák Gábornak a válaszán, hiszen úgy érzem, hogy ha valaki ide propagandát hozott, az pontosan ő volt. Szokásos mantrákat ismételgette, hogy mi az oroszoknak a pártját fogjuk és ilyenek. Sajnos Magyarországnak az energetikai adottságai nem teszik lehetővé jelenleg azt, hogy az orosz energiáról le tudjunk válni. Ez egyértelmű, ez tény, ezzel kell vitatkozni. Ugyan azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem fogadtuk el ezt a levelet, pontosan hát megszavaztuk, de a testület többsége nem, gondolatébresztőnek talán használható volt. A háború szempontjából teljesen mellékkörülmény az, hogy Oroszország agressziója okozta, és alapvetően Brüsszel meg az amerikai imperialisták szerint a hibásak. Ez nem mondja ki természetesen Lauszki úr, de idehozza a ügynök Multuszita Károlynak azt a levelét, ami tulajdonképpen Európát és a szankciókat hibáztatja mindenért. Hogy hát miért kell a 15. kerületi önkormányzatba behozni, ezt nem tudom, de én úgy gondolom, hogy ez egy kihívás, amit én elfogadok a magam részéről. Elfogadtunk egy olyan módosító indítványt, ami tulajdonképpen helyre teszi ezeket a kérdéseket, miszerint nem a szankciók miatt magas az energiaára Magyarországon, hiszen Magyarországot nem érintik ezek a szankciók. Magyarország vehet továbbra is olajat az oroszoktól, meg gázt. Ha nem, akkor miért mi van? Akkor az van, hogy Oroszország emelte föl az olaj meg a gázárát. Legközelebb november 24-én lesz képviselőtestületi ülés, ezt megelőzően pedig lehetőség van a lakosság számára is a testülettel való közvetlen párbeszédre. November 10-én ugyanis közmeghallgatásra várják az itt élőket. Ennek részleteit a bpxv.hu oldalon találhatják meg. Rákospalotán is megtartotta a Rezsibiztonság 15 elnevezésű tájékoztató fórumát a 15. kerületi önkormányzat. A Csokonai Művelődési és Rendezvényházban szervezett tájékoztatón ezúttal nem merült fel annyi kérdés, mint az előző két városrészben és alkalommal. Mint azt már több helyről hallhatták, mind az önkormányzatok, mind a magánszemélyek rezsiköltsége is jelentősen nőtt, és nőni fog az elkövetkezendő időszakban. Emellett a kiemelkedően magas infláció is megnehezíti sokak életét. A 15. kerületi önkormányzat Rezsibiztonság 15 néven indított tájékoztató fórumot, hogy nyíltan beszéljen a lakosságnak a mindenkit érintő válsághelyzetről. Tapasztaljuk, hogy azokat az intézményeket érinti a legjobban ez a borzasztó nagy energiáremelés, amit a kerületben nagyon sokan használnak, értem ez alatt az egészségügyi intézményeket, óvodákat, kultúrházakat. Az, hogy milyen szintű az érdeklődés, abban mi nem tudunk ugye nagyon mit tenni, hiszen azt gondolom, hogy meg lett hirdetve minden fórum most a saját háztartása, és igen, mindenkinek igen nagy problémát jelent. Összegezve én azt gondolom, hogy maga a fórum elérte a célját. Ezekről ugye írásos és médiában is és online is megjelennek tájékoztatók, tehát az exakt számokat meg mindenki meg tudja ismerni. Hát sajnos elég rossz a jövőkép, amit ezek a számok festenek. A rákospalotai fórumra érkezők főként a rezsidíjak emelkedésével kapcsolatos önkormányzati intézkedésekre voltak kíváncsiak, és szinte mindannyian ugyanabban az egy dologban reménykedtek. Ebben reménykedek, hogy legalább válaszokat kapunk, mert egyelőre se interneten, se az eddigi nyilatkozatokban nem kaptunk konkrét dolgokat, csak nagy felhő válaszokat. A helyi önkormányzatnak valamit lépnie kéne, és jó lenne tudni, hogy bármit tesz-e az önkormányzat ez ügyben. De gondolom megvannak a megfelelő szakértők erre, hogy ezt kitalálják. Tehát gondolom különböző felméréseket, számolásokat kellene végezni ahhoz, hogy a különböző fűtést hogy lehetne kigazdálkodni egy önkormányzatnak például. De mondom, én nem szakember vagyok, én válaszokat szeretnék tudni a szakemberektől. Meg gondolom, hogy a politikusok rendelkeznek, a politikusaink, az önkormányzati politikusaink szakember gárdával. Ha bárkinek megélhetési gondja akad, keresse fel a 15. kerületi önkormányzat honlapját, a bpxv.hu oldalt, ahol a szociális ügyek menüpont alatt számos támogatási formát megismerhet. Most ugye, ahogy itt elhangzott, ugye az nyugdíjasoknak ugye ez a karácsonyi támogatás van, a főváros is indított egy rezsitámogatási programot, de ezen belül ugye a kerületben széles szociális háló van, tehát gyógyszertámogatás, rezsitámogatás, különböző támogatási formákat tudnak igénybe venni, ez a legfontosabb, tehát azt gondolom, hogy lesz is, és már most tapasztaljuk, hogy hosszú sorokban álltak az emberek, amikor ez a mostani karácsonyi támogatás is megjelent, és ez nagyon szomorú, hogy ennyi embernek lesz rá szükség.
szüksége. A fórumon volt olyan, aki javaslatot is tett az önkormányzatnak, hogy hogyan lehetne a jelenlegi helyzetet enyhíteni. Ha bárki másnak bármilyen konkrét ötlete merülne fel a válsághelyzet kezelésével kapcsolatban, bátran keresse fel az önkormányzatot, hogy egyeztessen róla. Új közösségi teret adtak át Rákospalotán, a Pop-up Park azonnal megtelt élettel. Már a legkisebbek is biztonságosan tanulhatják a Kressz legalapvetőbb szabályait. Több mint 1000 futó teljesítette október 23-án az ünnepi emlékfutás 1956 méteres távját. Új közösségi teret kapott Rákospalota. Az Epressor és a Bácska utca sarkán álló elhagyatott terület mondhatni újjászületett és élettel telt meg. Budapest Brand Non-Profit ZRT még tavasszal hozta létre Budapest Tuning nevű programját, melynek célja nem más, mint parlagon lévő területek rendezése és átalakítása. A programra budapesti önkormányzatok pályázhattak különféle tervek bemutatásával. A 15. kerületi önkormányzat a Csokonai Non-Profit Kft-vel karöltve adta be pályázatát. Pusztán azért, hogy nem sok pénzt ebbe bele lehetett tenni, de nagyon sok energiát és gondolatot sikerült ebbe belevonni. Ilyen formán egy szuper kis közpark lett ebből, amit majd reméljük, hogy nagyon előszeretettel használnak majd az ide látogatók, meg az itt élők, akik lejönnek ide olvasni, adott esetben, ha jól tudom, lesz grillezési lehetőség, ugrás, ivókutat lehetett ide telepíteni. A fű is remélhetőleg tavaszra kinő, tehát egészen más kép lesz itt, amikor tényleg nem csak a virágágyások zöldítenek, hanem a fű is kinő. Szóval ez egy szuper dolog, amire mi nagyon büszkék vagyunk, és szerintem Rákospalota is nagyon büszke lehet. Rákospalota új, fiatalos parkja különleges módon valósult meg. A parkban található installációkat a Budapesti Műszaki Egyetem első éves hallgatói tervezték. Az utóbb említett elemek mozdíthatóak, így a park remek helyszínt nyújt kisebb rendezvények lebonyolítására. Mögöttünk lévő térről azt kell tudni, hogy ez sokáig egy kihasználatlan tér volt. Hála Istennek lebontásra került az itt álló épület, mely után itt egy közösségi tér valósult meg. Igazából a fiatalokat próbáljuk ide vonzani, hogy nekik legyen itt egy olyan közösségi tér, ahol találkozni tudnak, beszélgetni tudnak, illetve jól érzik magukat a nyári különböző programokon, amit majd a Csokonai Non-Profit Kft. Fog ide szervezni. A hideg idő ellenére hamar megtelt a park élettel. A megnyitóra számos fiatal, felnőtt, család és idősebb lakos is kilátogatott. A park történetének első fellépője a Macskin Dávid trió volt, akiket Németh Juci és Kész Szabó Hunor követett. A koncertek egészen estig eltartottak. Néhány hete futókör kialakításába kezdett az önkormányzat, most pedig egy kresszparkot adtak át a Páskon parkban. Újpalota egyik legcsendesebb részén, mostantól a szabályos közlekedés alapjait sajátíthatják el a legkisebbek. A 12-es körzetben is egyre több a fejlesztés. A nemrég átadott teniszpálya mellett most biciklis kresztampálya nyitott a Kőrakás parkban. Minden fejlesztésnek az a mottója, hogy olyan fejlesztést hozzunk létre, ami örömet okoz, ami sportolási lehetőséget, kikapcsolódást és élvezetet nyújt gyermeklétesítmények esetében a gyermekeknek. Ez a biciklis tampája, amióta most már lassan egy hete, sőt két hete megnyitott, azóta hál' Istennek nagy népszerűségnek örvend, és nagyon fontos, hogy a gyerekeket már kiskorban meg tanítsuk a közlekedés alapvető szabályaira, ugyanis ők is fognak közlekedni, jelenleg is közlekednek, és annál szebb dolog nincs, amikor a gyermek rászól az apukájára, meg az anyukájára, hogy itt egy tábla álljál meg, elsőbségadás és a többi. A kerületi rendőrkapitányság és az önkormányzat között régóta szoros az együttműködés. A kresztampája átadóra a 15. kerületi rendőrkapitányság vezetője is kilátogatott egy kolléganőjével együtt.
A biztonságos közlekedés azt gondolom alapvetően minden napunk része, és nagyon fontos az, hogyha elmentünk a munkahelyünkre, hogyha elmentünk kikapcsolódni, akkor biztonságban érünk haza mi is, de talán még fontosabb, hogy a gyermekeink is. És azt hiszem, hogy nem lehet elég korán elkezdeni, elég fiatal korban elkezdeni azt, hogy megismerkedjenek a útburkolati jelekkel, a közlekedési jelzőtáblákkal, jelzőlámpákkal, és a pici korban nagyon fogékonyak sok mindenre, többek között erre, és játékosan meg lehet tanulni azt, hogy ne ér őket közlekedési baleset, és amikor felnőtté válnak, akkor is kövessék a közlekedési szabályokat, és tényleg biztonságban el tudjanak A-ból B-be érni, a szülei nyugodtak legyenek, és egyszer majd nekik is lesznek gyerekeik, és hogyha ők ezt látták, ezt tanulták, akkor ők is szorgalmazni fogják azt, hogy az ő gyermekei számára is fontos ez, hogy megtanulják pici korba, és biztonságosan tudjanak közlekedni. Tampáját bármikor használatba vehetik a kerületi óvodások és kisiskolások. A közeljövőben több kisebb-nagyobb fejlesztésre is számíthatnak a környéken lakók. Az árendás közben a lakosok kezdeményezésére tartott közösségi szemétszedést Makai Ferenc önkormányzati képviselő. A néhány órán át tartó akciónak több célja is volt. Az árendás parkban szedték a szemetet a kerületi lakosok. A Makai Ferenc irányításával életre hívott akciónak a legfontosabb célja természetesen az volt, hogy megtisztítsák a környezetet, de nem csak emiatt volt hasznos. Közösségépítő rendezvénynek is szánjuk, hisz számos különböző státuszú lakos fordul meg ezen a szemétszedésen, a nagycsaládosoktól elkezdve kutyások, tehát mindenki, elég sokan összejöttünk, és a cél az, hogy beszélgessenek egymással, ismerjük meg egymást, és alkotsunk egy közösséget, ugyanis én abban hiszek, hogy a közösség ereje tudja megakadályozni azt, hogy a parkjaink szemetesek legyenek, hogy tényleg egy élhető, szép zöld környezetbe tudjunk élni. A 12-es EVK különösen büszke lehet, hogy teli van zöld felülettel, és számos fejlesztés is úgy valósult meg, hogy nem a zöld felület rovására, hanem a régi nem használt aszfaltokat újítottuk föl, és azokra kerültek ki különböző fejlesztések. Természetesen egy-egy ilyen akció nem azt jelenti, hogy csak ilyenkor kell felszedni a szemetet, vagy elsősorban nem eldobni, hanem a szemetesbe helyezni. Ennek a szemétszedésnek egy picit nevelő hatása is van, mert akik eljönnek, azok jobban oda fognak figyelni a környezetükre, jobban oda fognak figyelni a társaikra is, a szomszédjaikra, a barátjaikra, és netán még rá is fognak szólni, hogy ott a szemetes. A 3 év alatt több mint 30 új szemetes került ki a körzetbe direkt azért, hogy lépten nyomon szemetesbe ütközzenek, ezt rendszeresen ürítik, és tényleg az a cél, hogy ha már egy ilyen gyönyörű szép helyen lakunk, teli zölddel, fával, akkor arra vigyázzunk és óvjuk meg. A képviselő szerint közös érdek, hogy minél kevesebb szemét legyen, és az illegális hulladék elszállítására fordított 10 millióknak is lenne jobb helye. Ezért a jövőben is folytatódni fognak a közösségi szemétszedési akciók. Neurológiai betegségek bemutatása egy színdarabban? Lehetséges. Lebilincselő előadás a pestújhelyi közösségi házban. A Néző Művészeti Kft. Fontosnak tartja olyan előadások bemutatását, amelyben a társadalom egy-egy szűkebb csoportját érintő, érzékeny problémákat dolgoznak fel. Ezzel nyílt párbeszédet generálva. A pestújhelyi közösségi házban játszott Kalap, avagy Variációk agyműködésre című előadás jelen esetben a neurológiai betegségekkel foglalkozott. A nézők megismerkedhettek egy prozopagnóziás, egy afáziás, egy aspergeres és egy Tourette zavaros mindennapjaival. Reményeink szerint 4 neurológiai zavart fog bemutatni, amiről már hallottak az emberek, de elég kevés információjuk van róla, és azt gondoljuk, hogy ezt ilyen szórakoztató, ismeretterjesztő formában színházi keretek között megpróbáljuk bemutatni. Igazándiból nekünk több érzékenyítő előadásunk van különböző témákban, és Oliver Sacks, egy angol neurológusnak a könyve került a kezembe. A férfi, aki Kalapnak nézte a feleségét, ez a címe, már a cím is elég bizarr, és különböző érdekes neurológiai zavarokról ír benne, és
azt gondoltam, hogy ez elég nagy kihívás, hogy a barátaimmal valahogy megpróbáljuk ezt egy picit színházi formában előadni. Reményeik szerint az előadás közvetlen segítséget is nyújthat a többségi társadalomba való integrációhoz. Az érintettek és a hozzátartozók elég nagy számban látták, és nagyon hálásak, hogy egyáltalán valaki foglalkozik az ő problémáikkal, illetve középiskolás közegben is játszottuk. Kaposváron az ifjúsági biennálén kaptunk is 2 díjat érte. Azt látjuk, hogy eléggé meglepődnek azon, hogy ezt lehet humorosan bemutatni, és elég sok új információt is kapnak, tehát nekünk hozzánk pozitív visszajelzések jutnak. Az előadás egyik legfontosabb célja, hogy a társadalom a neurológiai zavarokat ne betegségként kezelje, mert azokkal együtt is lehet teljes értékű, boldog életet élni. Az Origami Világ napján nagy papírhajtogató délutánt tartottak a kikötő ifjúsági szigeten. Az egyelőre könnyebb variációkkal ismerkedő origamizók a közösségi élmény megtapasztalásán túl egy kis önfejlesztésen is átestek. Először rendeztek origami délutánt a kikötő ifjúsági szigeten. Az origamizás világnapján kicsik és nagyok egyaránt hajtogathattak. Arra gondoltunk, hogy mostanában nem igazán foglalkoznak idézőesen ilyen hagyományosabb technikákkal, és hogy szeretnénk a gyerekeket is belevonni. Az origamizás igazából papírhajtogatást jelent. Különböző állatokat, figurákat csinálunk ragasztás nélkül, abszolút csak hajtogatással. És hát próbáltunk így minél változatosabb közönséget idehívni, kisgyerekeseket, nagycsaládokat, kicsiket, nagyokat, egyaránt mindenkit. Na de miért is jó origamizni? Úgy gondolom, hogy az origamizás igazából azért is jó, megmozgatja az agyat, gondolkoznunk kell közben, ami egy tök jó plusz, ki is kapcsolhat az ember közben, új dolgot tanul meg, ráadásul szerintem abszolút jó lakásdekorációnak is, nagyon sok mindent lehet vele kezdeni, meg úgy, amit te is mondtad, hogy együtt van az ember, együtt tanul, és ez szerintem egy nagyon jó élmény mindig. Azért, hogy mindenki örömét lelje a hajtogatásban, elsőre egyszerű figurákkal kezdtek. Próbáltunk nagyon egyszerű dolgokat nézni, mint például van a béka, amit, hogyha lenyomunk, akkor ugrik, rókafej, halacska, és akkor próbáltuk kicsit felturbozni, hogy színes háttereket nyomtatunk hozzá, és akkor bevonjuk inkább a dekoráció készítésbe, hogy akkor fel lehet ráragasztani, és külön lehet még dekorálni a figurákat. Lesz-e még ilyen? Reméljük, szeretnénk még. A következő origami délután időpontjáért és a kikötő ifjúsági sziget többi programjáért látogassák rendszeresen a csokonai15.hu weboldalt. A hagyományos emlékfutással idén is tisztelgett az 56-os forradalom és szabadságharc emléke előtt a 15. kerület. A Budai 2 László stadionból induló futásra idén több mint 1000 nevezés érkezett. A kerületi október 23-ai programok már évek óta az emlékfutással kezdődnek. Nem volt másként ez idén sem. Vasárnap délelőtt sokan álltak rajthoz a szimbolikus 1956 méteres távon. Öröm, hogy már hosszú évek óta nagyon sokan vesznek részt, most is 1200 fölötti volt a nevezőknek a száma. Bízom benne, hogy a következő időszakban is ezt fogjuk tudni tartani. Nagyon jó, hogy jó idő van, tehát ez mindig egy különleges esemény, és ami a legfontosabb, hogy örömmel tölti az embert, hogy ennyien szeretnek futni és sportolni. A rendezvényen nemtől és kortól függetlenül bárki részt vehetett, és gyakorlatilag minden indulónak sikerült is teljesíteni a távot. Volt, aki babakocsit tolva, vagy éppen a kutyáját az ölében cipelve. Milyen volt ez a mai? Hát azt mondták, hogy nem verseny, emlékfutás, de úgy láttam neked, presztízs volt, hogy ezt megnyert. Hát ha már van egy ilyen versenyjellegű futás, akkor azért minél jobb elővégezni. Úgy törekedtem, hogy megnyerjem az első helyet, utána sikerült. Örültem, jó idő volt, melegem van. Jól esett ez a kis hétvégi futás. Milyen volt a mai bemelegítő futás, mert azért nem volt hosszú? Hát nem volt hosszú, elég jól, magunkhoz képest elég jól teljesítettünk, jobban, mint tavaly. Kevesebbet sétáltunk, és hát a vége jól sikerült, az elején érkeztünk be. De a tavalyihoz képest ugye jobban akartunk természetesen teljesíteni, kevesebbet belesétálni, de alapvetően nagyon jól esett nekünk, hogy jó volt. Teljesen megfelelő volt, és őszinte leszek, volt benne séta is, de hát szerintem belefér, úgyhogy jól éreztük magunkat, és ez a lényeg. A célba érkezés után minden futó frissítőt kapott. Majd a program tombola húzással zárult a Budai 2 László stadionban, ezen a szép őszi, napsütéses délelőttön. És
Zsinórban 4 győzelem után nem sikerült otthon tartania a 3 pontot a Reacnak a Blasz 1/10. Fordulójában, pedig a helyzetei a Csepel ellen is megvoltak. A forduló előtt a 7. helyen álló Csepel együttesét fogadta a Reac a Blasz 1/10. Fordulójában. A rákospalotai együttes 4 mérkőzés óta tartó győzelmi szériát tudhatott maga mögött, és azért, hogy előbb-utóbb visszakapaszkodjon az első helyre, természetesen a csepeliek ellen is a győzelem volt az egyetlen elfogadható eredmény. Ennek megfelelően is kezdett Nagy Sándor együttese, és már a 11. percben megszerezte a vezetést, a játékvezető azonban kezezés miatt érvénytelenítette a találatot. A 41. percben még egy lesgólt is összehozott a Reac, amely nem tudta megszerezni a vezetést a szünetig, majd a második játék részben is csak helyzetekig jutott. A remény azonban az utolsó utáni pillanatig ott lebegett a 15. kerületi együttes előtt, amely a 93. percben Nagy Gergő révén kihagyta a meccslabdát, majd az utolsó szalmaszálba kapaszkodva azért még elvégezhetett egy szabadrúgást, de gól abból sem lett. A vége 0-0 maradt, a Reac sorozata pedig megszakadt. Előbb-utóbb minden sorozat megszakadt, de ez a sorozat most nem volt betervezve. Az igazság, hogy nem éreztem most annyira éles a csapatot, főleg az előre és a végjátékban. Ott nagyon sokat hibáztunk, szóval ilyen helyzeteket nem szabad kihagyni. Attól eltekintve úgy érzem, hogy nem volt az kéza, amit rúgtunk volt. Attól eltekintve, amíg volt lehetőségünk, azokat be kellett volna rúgjuk. Egyéni hibák egy-kettő előfordul, de a védekezésünk az rendben volt, mert igazából a ellenfél nem egy kaparulással sem volt. Valahogy most az előrejátékot nem találtuk meg, hogy hogyan tudunk gólt szerezni. Amik volt, az mind kihagytuk. Ez egy kicsit ilyen bosszantó most nekem. Ha valami pozitívumot kellett volna találni a mérkőzésben, az az volt, hogy a Reacnak legalább jóval több helyzete volt, mint a csepelieknek. Ez pozitív, és el is várjuk, hogy legyen helyzeteink, de igazságból akkor jó, hogyha azt a végig tudjuk vinni, és be tudjuk fejezni az akciót. Sajnos most valamiért nem voltunk, mondom, a kapu előtt előhiggadtak, és akkor ilyenkor is szokott lenni, még ha reggelig játszunk, akkor sem egyben semmi. Szóval ez így nem volt tökéletes. A Reac a Blasz egy 5. helyéről várja a folytatást, legközelebb pedig a listavezető Építők együtteséhez látogat. Marad a borongós, nyírkos, felhős idő, hétvégén sem várható változás. Szombaton és vasárnap is párás, ködös reggelekre, napközben napos időre van kilátás, tájegységenként eltérő 12 és 22 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. A jövő hét elején sem várható számottevő változás az időjárásban, a lehangoló szürke őszi idő mindössze 11-15 fokos nappali csúcsokat hoz. Némi változásra jelenlegi számítások szerint inkább csak a hét második felében van kilátás, addig viszont legalább számottevő csapadékra nem kell számítani. Hírtükör című műsorunk ismétlését siketek és nagyot hallók számára kedden feliratozva sugározzuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!